Sziasztok! Olyan régen volt a legutóbbi videó, hogy azóta az avokádó szerintem egy kicsit okafogyottá vált, viszont mivel tudjátok, hogy egy híres énekes dalszerző vagyok, és kiváló ebben a minőségemben, írtam nektek egy dalt egy olyan állatról, ami szerintem méltatlanul keveset szerepel ilyenkor a reflektorfényben. A nyuszi egy szapora állat, de nem ő hozza a fánkat. Az ilyen meló a kis Jézusra marad, pedig a nyuszi puha, a nyuszi jó, a nyusziból lehetne hógolyó dísz, a karácsonyfa leges legtetején. Csak le ne essen szegény, mert megüti magát, megsérül, és összevérzi az ajándékokat. A nyuszi egy rémcuki állat, jászolban kaphatna ágyat, de meleget ott csak a sok marha lehel. Vagy csillagszóró meg aranydió, de emelhetné nyuszi bogyó is az ünnefényét, s meghitt hangulatát. Jaj, csak legyen, aki összetakarítja a sok nyuszi bogyót majd a tűlevelekkel együtt. A nyuszi egy gyenge kis állat, így nem ő húzza a szánat, maradnak erre az izmirén szarvasok, szaloncukor, mézes kalás, de előtte egy nyúlpaprikás, a menüsorba még beilleszthető. Széltom ilyenkor meg készülne is egy jobbnál jobb nyúlas receptekkel. Még sincs sehol nyuszi, mert a karácsonyi nyuszi egy nem létező koncepció. Mert a karácsonyi nyuszi, ez ünnepkörben tuti, hogy egy nem létező koncepció. Sajnos. Azért kellemes ünnepeket mindenkinek!